Hát fiam, így vannak az életben rendjén a dolgok. Minden jó, minden jó. Hát igen. Gyerekek, nézzetek rá az órára! Mi ez a hangzavar? Nem lehet aludni! De mama, csöndben beszélgetünk. Szomszédok is vannak, passzátok! Apukám, kezd föl te is, hogy dolgozol, hogy el tud tartani a családot. Levente, te pedig? Miért nem alszol? Holnap teljesítened kell az iskolában. A fáradtságban is meg lehet dögölni. Halló, szia mama. Szia kicsi, a nagyanyád vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy azt ígérted, hatra jössz. Na most elmúlt 10 perccel 6 óra. Nem számíthatunk rád? Cserdálhatsz minket a papával? Nem ezt beszéltük meg? Nem hagylak cserben, csak dugó volt hazafele. Késtem, most értem haza, azonnal indulok hozzátok. Na jó van, hát akkor én előbb elindulok. Ki tudja számolni az ember? És akkor nincs ebből probléma, de ez nagyon-nagyon, ez most nem szép dolog, amit csinálsz. Mama, körülbelül 10 perc is ott vagyok. A lelkiismeretedre bízom, mi étellel vártunk. Gyere, amikor tudsz. Jó, na, puszi. Szia. És még aznap megszültem a pesti kórházba anyát. De honnan tudtad, hogy mikor kell menni szülni? Hát ilyenkor a magzatvíz elmegy. Belement az ágyba nekem a magzatvíz, az egész ágyba a magzatvíz, és a papával gyorsan beültünk a kis trabantunkba, és futás a kórházba. Hát ezt nem hiszem el. Anyu, tényleg az a cél, hogy ne engedjem ide a gyerekeket? Mert akkor folytass csak. Anita, ez a természet rendje. Ne idegesíts! Jó napot! De miért kell ezt? Ez ugye csak valami rossz tréfa. Mit miért kell? Állok szolgálatára, uram! Kérjen bármit, edzéssel összipörgető? Vagy készítsen már rögtön a turmixot, a fehérjét? Nem kérek semmit. Mama, mit csinálsz itt? Lazulj már el! Beváltam, vagány vagyok, fiatalos. És hát befogadott a tered. Megkérlek szépen, hogy ne járassál le. Ez a próbanapom. Adok egy kulcsot és jó edzést kívánok. Kicsim, ha kell valami, én állom. Jó? Gyere, szólsz, és már adom is. Jó? Itt a kulcs. Jó edzést. És mondjátok meg. Jó munkát, köszönöm. Kicsim, gyere ebédelni. Kisütöttem a húsit meg a krumplit. Melegében az igazi, gyere. Ja, most tettem az előbb, mama. Nem vagyok éhes. Micsoda? Mit csináltál? Hát előbb már ebédeltem. Nem igaz! Férje, hordja fel a koszt, nem lehet tőle haladni. Tegnap csináltam meg, tessék megnézni, hogy hogy néz ki az emelet. Borzasztó. Ez egy borzasztó. Jó napot kívánok! Semmi baj, nyugodtan gyere kicsim, neked bármikor szabad. Úgy vannak anyáink. Óvatosan gyerekek, mert csúszik. De csókolom. Hát ezt nem hiszem el, gyerekek. Most már járom meg a menet. Most mentetek le! Én fejbe lövöm magam. Én is. Hát esküszöm, égő fákja leszek az országban. De igazad van, szívem. De én mondtam, hogy vissza fogjuk sírni a kádárt. De szokás szerint nem hallgatott rám senki. Csókolom.
Ő urasága, üljél le közénk, itt a barátnőm. Nem árt, ha egy picit te is politizálsz. Nagyon ki akarsz ebből maradni? Nagyon meg akarod úszni? Hát hidd el, ennyire azért nem érdekel a politika, bocsi. Mondd meg. Szégyen. Politika az élet. Fogd már fel. Politika. Minden, ami körülvesz, politika. Papa, nekem van testvérem. Neked van? Van testvérem, de elhúnyt. Nyitott kopasos temetés volt, láttam a fehér arcát. A lélek már rég kiszállt belőle. Az Isten magához szólította. Majd leengedték a földbe, odaástak egy gödröt. És akkor láttam utoljára a testvérem, elhúnyt. Akkor kikapog. Nézd meg, mit vettem. Nézd oda, milyen jó pofa. Milyen szép az egész, nem? A színe is. Azt te szép. Na, veszed az öko dolgokat? Most már te is? Nincs nálam semmi öko. Ne bédegesítsél. Ezt a szép szatyrot vettem. Úristen, mama. Ez nem azt jelenti, hogy az sátántól származik. Véded vele a környezetet, nem dobálod el feleslegesen a nejlonzacskókat. Ne riadj már meg kérlek az ilyen szavaktól, hogy öko, meg bio. Ezzel semmi baj nincs, tök menő. Na jó van, ha te mondod, akkor öko lettem. És így néz ki, terepakolva, minden finomsággal, ez egy jó vásár volt, jó vétel. Levikém, kevered már be a nagyanyádnak valami italt. Valami hűsítőt, lehet az fröccs is. Csinálom már is. Na, mama, egészségedre. Nézzenek oda, milyen flancos. Hallottam már erről. Okszóról, mint ha haltojások lennének benne. Hát ez valami isteni volt. Nézzetek oda, otthon elkészíthető. Az iskoláját meg. Ne tessék már összejárkálni. Nem tetszik látni, hogy föl van mosva? Azért ez nem állapot, gyerekek. Fogunk szólni a lakóközösségi elnöknek. Hát ez nem igaz. Összejárod a saras cipőddel. Félik az egész. Csúszik. Nem láttok? Baleset veszélyes. Lassítsatok le. Szerintetek én díszből állok itt? Becsüljük már meg!